köszönöm a meghívást professzor úrnak is, és én viszont professzor asszony még nem vagyok, köszönöm a terjesztést, de kívánom, hogy az előadás mindannyiunk megelégedésére szolgáljon, és nagyon örülök ennek a közös együttes harcnak, amit ugye együtt a rák ellenért teszünk, hiszen ennek a felhívása úgy hiszem klinikusként, gyakorló klinikusként mondhatom, sosincs elégszer, hiszen az eredményeink valóban nem kecsegtetők. Hát valóban ez a cím egy kicsit sokkoló volt, de talán igyekeztem megvédkozni vele. Mert hogy miért is? Hiszen az adatok magukban sokkolóak. Hiszen ha megnézzük, hogy mik a vezető halálokok a rákhalálozás tekintetében világszerte, láthatjuk, hogy a tüdő, a kolorektális, és tehát az emésztőrendszer és az emlődaganatos betegségek egymást követik, és hát azt kell mondjam, hogy ebben tendenciában bizony követjük a világ tendenciát, hiszen ugyanez a sorrend. A tüdődaganatok mindkét nem esetében, az emésztőrendszeri daganatok és az emlődaganatok egymást követik, és bizony elég nagy számmal. Ebben ugye sajnos a tüdődaganatoknak a megbetegedés és a halálozási aránya az, ami egymást nagyon megközelíti. A vastagbél és az emlődaganatos betegek kezelési lehetőségei javulnak. Nézzük, hogy hogyan is változik ez az iparilag fejlett országokban, vagy anyagilag fejlett országokban, illetve azokban az országokban, ahol az iparosodás még nem indult be ilyen mértékben. Magyarország ilyen tekintetben az anyagilag fejlett országok közé sorolandó, hiszen láthatjuk, hogy az előbb említett tüdő, emlő daganatok, vastagbél daganatok és a férfiak esetében a prostata daganatok szerepelnek a rák teher, a rák megbetegedés élvonalában, míg a rosszabb anyagi körülmények között élő úgynevezett fejlődő országokban nyilván a táplálkozási viszonyok miatt is a gyomor, a máj, az aljak szárüregi méhnyak daganatok, és ezeknek bizony higiénés összefüggései vannak, ezek a megbetegedések vezetnek. Azt, hogy mennyire világszerte nagy probléma ez a rák teher, és ennek egészségi és anyagi vonatkozásai egyaránt, ezzel már a WHO is ugye nagy mértékben foglalkozik, és éppen ezért több célkitűzése van ennek a rák tehernek a csökkentésére. Mindannyian tudjuk, hogy az életmóddal, a dohányzással, a mozgással, különböző diétákkal, tehát étrendi dolgokkal saját magunk is sokat tehetnénk ennek a ráktehernek a kockázat csökkentésére, ezek azok a külső tényezők, és bizony azoknál a betegségeknél, ahol bebizonyosodott, hogy alapvetően egy fertőzés okozza, így például a májdaganatok, méhnyakdaganatok esetében, ott bizony már azok a vakcinációk, amik rendelkezésünkre állnak, ezekkel a lehetőségekkel élni kell. És amiről azt gondolom, az egész nap szól különböző megközelítésekről, a szűrés, mégpedig a hatékony szűrés. Magyarország abban a szerencsés helyzetben van, hogy több szervezett szűrés is indul, ahogy azt az előző előadásokon hallottuk. Ugye az emlőszűrés a leghatékonyabban történő, most indult ugye a kolorektális szűrés, ugye november révén ugye a prostata szűrés a férfiak esetében egyre inkább elfogadottá vált, preferált és egyre nagyobb hangsúlyt kap a tüdő szűréseken való egyre nagyobb számú részvétel, és ugye megindult szintén nem csak kampányszerűen, hanem szervezetten a méhnyakrák szűrés, amiben ugye a védőnők is bevonultak. Ezt szeretnénk tovább fejleszteni éppen az előbbi számadatok alapján a vastagbél, azaz emésztőrendszeri daganatok szűréséhez is, és ehhez indult több olyan vizsgálat, lehetőség, ami a betegek számára elérhetővé teszi azt a széklet, elsődlegesen székletből történő minta meghatározást, ami utal azokra a rejtett elváltozásokra, ami esetleg daganat gyanút hívhat fel, és ez további vizsgálatokat, azaz béltükrözéses vizsgálatokat is maga után vonhat. Mindenképpen ugye a WHO szempontjából is vannak kiemelt fontosságú lépések, azaz ezt a hatékony rákkontrollt kell megtenni, és ezeknek a folyamatos kivitelezése és az értékelése az, ami segít. Mert látom, hogy a piros az ebben a mezőben nem nagyon látható, itt a szűrés jelentőségét emeltem ki.
hogy a különböző tényezők mik szerepelnek itt, a dohányzást említettem ki, vagy emeltem ki, az alkoholfogyasztást, az ionizáló sugárzást, amik a leukémiák, vérképző szervi daganatok kialakulásában szerepelnek. Környezeti hatások tekintetében ugye az elektromágneses sugárzások, levegőszennyezés, ezek mind-mind fontosak, és sajnos a civilizált életnek nagyon gyakori belejárói nehezen küszöbölhetünk ki. Talán a diéta megint az, amire utalnék, hogy ebben esetleg a egyre nagyobb tájékoztatásnak, zöldség, rozsdús anyagok fogyasztásának, talán a étel színezékekkel, tartósítószerekkel, füstölőszerekkel, kevésbé átitatott húsok fogyasztásának csökkentésében nagyon nagy jelentősége van. De térjünk akkor a daganat kezelésre, hiszen azt kell mondjam, hogy ugye a szűrés, mint ahogy az egész nap folyamán hangsúlyoztuk, nem a betegekre vonatkozik, hanem a egyéb, semmilyen panasztal nem jelentkező egészséges populációnak kell elmenni ezekre a szervezett szűrésekre, hiszen ott olyan elváltozások deríthetők ki még nagyon korán, amik egy egyszerű műtéttel, akár egy polip levételével, vagy a hők esetében is magának csak a daganatos elváltozás a kivételével megoldhatók és valóban gyógyuláshoz vezetnek, és nem követi őket az a mindenki által rettegett gyógyszeres terápia, aminek ugye a mellékhatása miatt félnek nagyon sokan. De amikor a betegség már ebben az áttétes periódusban kerül sok esetben felismerése, és az nem csak magát a daganatos szervet, hanem a szervezet több részét érinti, akkor bizony olyan aktív gyógyszeres terápiával, sejtosztódást gátló gyógyszeres terápiákkal kell élnünk, amiknek pont az a elmélete, hogy megakadályozzák annak a daganatos sejtnek a tovább terjedését, sejt burjázását, de mivel ezek a sejtosztódás gátló gyógyszerek nem tudnak különbséget tenni egészséges és beteg sejt között, éppen ezért az egészséges sejteket is károsítják, és ebből fakadnak a mellékhatások. Viszont azt gondolom, hogy akik ezen átestek, tapasztalatuk szerint is megállapítható, hogy bár nagyon nehezen viselhető, de szerencsére az egészséges sejtek sokkal jobban regenerálódnak, és a kezelés után egy fél évvel körülbelül visszatér az az egészségi állapotuk, mint a kezelés megkezdése előtt. Ezek azok az ugye a citotoxikus, tehát sejtosztódást gátló vegyületek, hagyományos nevük vagy betegek által ismert nevük a kemoterápiák. Ezen kívül a daganatterápia beléptek azok a áttét képződést gátló terápiák, ezek a jelátviteli rendszert blokkoló terápiák, ezek a célzott terápiák, target terápiák, azért sorok ennyi változatos nevet föl, hiszen tudom, hogy az internet korában nagyon sok beteg már eleve tájékozódva érkezik, és egy listát ír, hogy ő mi mindent szeretne, és a nagymamának, nagypapának milyen gyógyszere van szüksége. Azt kell mondjam, hogy ezeket azért az előzetes vizsgálások, képalkotó vizsgálatok, szövettani vizsgálatok eredményei alapján valóban mindig a betegre szabottan kell megállapítani, betegség specifikusan, stádium specifikusan és a beteg általános állapotától függően. Ezeknek a gyógyszereknek nagyon fontos megállapítani, hogy a mellékhatásaik nagyon eltérőek. Csak fölvázoltam azokat a sokak által ismert rettegett gyógyszereket, amiket hol egyedül, de többségében kombinációban tudunk alkalmazni, és mik is azok az úgy sláger gyógyszerek vagy target terápiák, amik eltérő mellékhatásokkal bírnak, és a betegek általános állapotát kevésbé viselik meg, de azért jelentkeznek olyan bőrtünetek, amik viszont ennek is nehézséget okoznak, és a kezelés mellékhatásai láthatóvá válnak. Ezeknek összességében az a jellemzőjük, hogy egy sejtosztódáson belül egy nagyon bonyolult átviteli rendszer van, ugye ahhoz, hogy a daganat növekedni tudjon, növekedési faktorok szükségesek, ilyenek ezek az úgynevezett LGFR családba tartozó molekulák. Ezek a gyógyszerek már a tüdődaganatok, felnyakdaganatok, emlődaganatok, béldaganatok esetében a napi alkalmazásnak részei. Aztán itt van az a VEGF-gátló, vagy az érképződést gátló gyógyszerek sora, amiknek bizony az a szerepe az, hogy a daganat növekedni tudjon, saját érképződéssel kell rendelkeznie, hiszen ezáltal tudja megvalósítani, hogy a beteg szervezetből elvesz minden olyan tápanyagot, ami az ő növekedéséhez szükséges, és ez az
az oka annak, hogy a daganat az fejlődik, a szervezet viszont szó szerint belefogy és elsorvad a daganatos betegségbe. Ezek a gyógyszerek tulajdonképp ezt a daganatot körülvevő ér képletet zárják el, és mintegy kiéheztetik a daganatot, és a daganat ezért sorvad el. Ezeknek a gyógyszereknek elérhetősége most már számos betegségnél szerepel, szintén a vastagbél, tüdő, emlődaganatokat említeném. Vannak olyan gyógyszerek is, amik már ezeknek a kombinációját tartalmazzák, és hát a kutatás pont ezt sort követi, hogy minél nagyobb hatékonysággal, hosszabban tudjuk alkalmazni a betegeknél. Az eredmények kecsegtetők, de azt is hozzá kell tegyem, hogy ebben az esetben a mellékhatások, a toxicitások is sok esetben összeadódnak, és ez gátolja sok esetben az új gyógyszerek bevezetésének a lehetőségét. Az utolsó sorban kiemeltem a tüdődaganatok esetében és a limfomák esetében jól alkalmazható egy új hatékony gyógyszer, ami szintén kevés mellékhatással rendelkezik. Hozzá kell tegyem, ezek a gyógyszerek mind előzetes molekuláris meghatározáson alapulnak, és a betegeknek csak nagyon kis százaléka, 20-25%-a, illetve ez az ALK-gátló gyógyszer, ez gyakorlatilag a tüdődaganatosok mindegy 4-6%-ánál alkalmazható. Tehát ez okozza azt a gazdasági terhet is, ami számos előadásból már kiderül, hogy azból a szövettanú mintából, ami a betegből történt, akár az előzetes kivizsgálás, akár a műtét során, nagyon bonyolult és nagyon nagy technikai igényű meghatározások alapján dől el, hogy a beteg alkalmas erre arra kezelése, vagy pedig hiába szeretné, nem érdemes neki adni, hiszen az előzetes vizsgálatok megmutatják, hogy mint kulcs a zárba illeszkedik-e a gyógyszer, és valóban hatni fog, vagy pedig rossz kulcssal nem tudunk átjutni a záron. És hogy az onkológia milyen hatalmas léptekkel fejlődik, ugye a gyógyszerkutatásnak ez, mint látható, a leggyorsabban fejlődő ága, és ennek megfelelően miért is? Hiszen előregedő társadalmat élünk, nem csak Európa szerte, hiszen a egyéb betegségeket tekintve is, a kardiovaszkuláris betegségek esetében is, krónikus betegségek esetén is hosszabb túléléseket sikerül a stabil kezelések beállításával élni, és bizony a daganatos betegségek esetében is hosszú túlélések várhatók. Kombinált terápiákat alkalmazunk, ez ugye az összegek tekintetében is összeadódik. Az, hogy terápiás vonalak első, másod, harmad vonalban alkalmazunk, az is azt jelenti, hogy a beteg van olyan általános állapotban, hogy a kezelését, amíg ha kiújuló daganatról is van szó, többszörösen tudjuk folytatni, tehát ez jelenti az évek, akár évtizedek sorát is, ami a kezelést lehetővé teszi, és az mindig nagyon fontos dolog és nagyon eredményes dolog, hogy mindeközben a beteg általános állapota olyan, hogy otthoni munkáját, esetleg a társadalmi munkáját, munkahelyén végzett munkáját is el tudja látni, és így nem olyan betegekről beszélek, tehát akik végig ágyhoz kötöttek és mások számára kiszolgáltatottak, hiszen azt gondolom ez biztosítja a betegeknek, a betegeknek az asztal aktív és nagyon méltó túlélési lehetősége. Hát a kutatások eredményeként ugye a drága gyógyszerek növekvő száma jelentkezik, és ez is az oka annak, hogy a, például a terápiás költségekben nincsenek jelenleg még beleszámítva azok az előzetes molekuláris meghatározások, amik viszont fontosak a kezelések további meghatározása szempontjából. Gyógyszerhasználatot sokszor kombinálunk, módosítunk, és hát látható, hogy ez a kutatás ugye Kína, mint a legnagyobb létszámú ország esetében is hatalmas léptekkel halad. Személyre szabott kezelést vagy target kezelést szoktunk beszélni, és ez miért is fontos, és ezeknek a lépését említettem, hogy ez mind előzetes meghatározásokon alapul, hiszen ezekkel az előzetes diagnosztikus módszerekkel meg tudjuk határozni, hogy mi az a kezelés, ami a beteg számára előnyös, mi az, amit érdemes alkalmazni, mert valóban túlélésbeli előnnyel jár számára, mi az, ami semmiféle plusz nem ad a kezeléshez, a hagyományos citotoxikus, azaz kemoterápiás terepkel szemben, és vannak olyan gyógyszerek, amik ha akkor alkalmazunk, amikor nincs a betegnek ez a receptor státusza, nem mutat ilyen jellegű érzékenységet a daganata, akkor bizony rosszabbul jár, mint hogyha a hagyományos kezelést kapnánk, mert a daganat osztódását, növekedését, áttétképződését nem blokkoljuk.
Ez a személyre szabott gyógyszerek száma már olyan mértékben növekszik, hogy gyakorlatilag a kutatás alatt álló vegyületek, molekuláknak a száma már körülbelül 50% felé közelít, és gyakorlatilag ezeknél az eseteknél minden esetben előzetes biomarker, tehát ez a molekulán patológiai szövetbeli mintából történő meghatározást hívjuk biomarkernek, ami meghatározza előre, hogy a beteg hogy fog reagálni arra az adott gyógyszeres kezelésre. Éppen ezek az okok, amik ugye a terápiás költséget jelentősen megnövelik, hiszen gyakorlatilag 2005 óta több mint 75%-kal növelte meg ez a terápiás költséget. És hogy mely daganatban alkalmazhatók ezek a úgynevezett target terápiák? Felsorolom, mert aztán ez is nehezen látható, hogy az emlőrák esetében ezek már mindazok a gyógyszerek, amiket alkalmazni tudunk, amik a HER2 meghatározás érképződés gátló gyógyszerek, és ne felejtsük el, célzott terápiák közé tartoznak a hormongátló gyógyszerek is, hiszen azok is ilyen meghatározáson múlnak. Ide tartoznak a vastag és végbéldaganatok esetében alkalmazott előbbi gyógyszerek, tüdőrák esetében valóban már másfél éven túli túlélés is érhető el azoknál a betegeknél, akik korábban ezen gyógyszerek nélkül fél év után sajnos elvesztettük őket. Felnyakdaganatok, amik szintén ugye például a szűrésnek egy nagyon nagy fókuszában állnak, jól kezelhető kombináltan. Megjelentek ezek a target terápiák a vesedaganatok esetében is, és mivel ezek egymást váltó kezelések, jelentős túlélésbeli erőt tudunk biztosítani. A retteget májrák a hepatocelluláris karcinománál célzott terápia áll lehetőségre. Egy nagyon speciális daganat típusa, gastrointestinális, a bélrendszer szarkomája, a nagyon népi nyelven fogalmazná meg ezt a gisztet, aminek korábban nem volt igazából semmiféle terápiás lehetősége, és a kemoterápiás gyógyszeres kezelésekre sem reagál. Most már olyan gyógyszeres lehetősége van, ami jelentősen megállítja ezt a daganatos folyamat. És természetesen a hematológiai betegségek esetében és a limfómák esetében jól alkalmazható gyógyszerek vannak. Nem elijesztéstől mutatom, csak ez az a jelzett jelátviteli rendszer, sejtosztódási folyamat, ami végbe megy mindenkiben, aki meg daganatos betegségben szenved, annak egy még egy bonyolultabb átviteli rendszere van, és ebből alapul a gyógyszeres terápia, hiszen ennek kapcsán próbáljuk a daganat sejtfelszínén levő ilyen daganatot, osztódást provokáló receptorokat blokkolni, vagy a daganat környezetét befolyásolni, tehát az érellátását blokkolni. Aztán ugye ismert az is, hogy az immunrendszernek alapvetően milyen fontos szerepe van a daganat védekezésben, hiszen pont ezért most már az immunterápiának is a melanoma, tehát a rossz indulatú bőrdaganatok esetében, tüdődaganatok esetében is egyre nagyobb szerepe van. Ezek még a napi terápiába most kezdenek bevonulni, és természetesen ez a jel átviteli rendszer ismeretében ezeket a szabályozó mechanizmusokat is megpróbáljuk blokkolni. De hogy mi is igazán ennek az értelme? Természetesen a betegek számára, hiszen eredményesebb, kevesebb mellékhatással járó terápiát tudunk megtalálni. Az orvosok számára, ami valóban nagyon fontos számukra, hogy a maximális hatékonyságot tudjuk a beteg számára juttatni, úgy, hogy kevesebb mellékhatással, toxicitással kelljen szembenézni, hiszen ez biztosítja a betegek napi életritmusát. És természetesen mindezt úgy kell tenni, hogy a hatóságok ezt elfogadják, hiszen egy az előbbiekből következő nagyobb gazdasági terhet ró az egészségügy minden ország gazdaságpolitikájára, és ezeket a protokollokat valahogy be kell fokozatosan léptetni az egészségügyi ellátásba, és a finanszírozó, aki ezeknek a korlátait meghozza, és nem véletlen, hogy nem csak nálunk, más országokban is az új gyógyszerek mindig elsődlegesen egyedi méltányossági kérelmekkel kerülnek be, és utána kerülnek a napi gyakorlat részévé. És hogy a kezelés eredményei és a kutatások hogy függenek össze.
gyakorlatilag az elmúlt 10 évben milyen eredmények is történtek. Látható, hogy az emlőrák esetében az ösztúlélés gyakorlatilag ugye előre haladott betegekről van szó, a 22 hónapról már gyakorlatilag 42 hónapig is eljuthatott. A vastag bélgaganatok esetében az előbb említett gyógyszerek alkalmazásával a 10-20 hónapról majdnem 30 hónapra. Tüdőrák esetében is, ami mondtam, hogy magára hagyva egy fél évben belül elviszi a beteget. Gyakorlatilag a speciális daganatgátló és szövettel specifikus kezeléseknél több mint másfél évre vihető. És természetesen a hematológiai betegek viszik el a pálmát és a sikert, hiszen a kezdeti jó eredményeket nekik sikerült legjobban megduplázniuk. És az 5 éves túlélés javulása tulajdonképp ugyanezt követhető, nem megyek végig az összes daganat esetében, de látható, hogy nem csak a kiemelt 3 daganattípus esetében, hanem az emlőrák, vastagbél, végbélrák, hematológiai betegségek, hanem a besedaganatok, az egyre gyakoribb agydaganatok esetében is láthatjuk, hogy a túlélés megnőtt a korszerű terápiák tekintetében, és a másik retteget nőgyógyászati betegség a tetefészekrák, a férfiak prostataráki esetében is jelentős eredmények érhetők el, és ezek már bizony nemzetközi publikációt ért adatok, tehát a kutatások eredményei megváltoztatják a napi terápiás trendeket, lehetőségeket, bizony ennek szó szerint ára van. És az onkológiai ellátás az egész Európa szerte egy nagy kihívás, hiszen egész Európa egy öregedő társadalom, ahol ezek a betegségek egyre nagyobb mértékben foglalnak szerepet, és éppen ezért nagyon fontos mindenütt, hogy ezt az ellátást újra szervezzék és optimalizálják, és valóban a cél és a tendencia, hogy egyenlő hozzáférés legyen ezeknek a betegségek ellátási folyamatához. Országok belülnek tényleg a különbségek kiküszöbölése lenne a cél. Hát természetesen itt ugye a primer és szekunder prevenciókról van szó, és azért is emeltem ki, hogy a szűrés és a korai diagnózis minden daganatos statisztikai adat javulásának ez a bázisa, hogyha betegek kiszűrten, nem daganat specifikus tünetekkel mennek orvoshoz, illetve kivizsgálásra, és a korai diagnózis, korai terápiás lehetőséget és gyógyításhoz jutó eredményt tud biztosítani. És hogy ezek alapján a felvetések szépek, de akkor hova is menjen a beteg és hol kezelődjön? Hát mindenképpen azt gondolom, és ez nem csak Magyarország régi, hanem Magyarországon most próbáljuk megvalósítani valóban ezt a tendenciát, hogy komplex onkológiai ellátást biztosító helyre. És ezek azok a regionális vagy megyei onkológiai központok, ahol már lehetőség van arra a diagnosztikai, tehát a kivizsgálási lehetőség, a képalkotó vizsgálatok, CT vizsgálatok, MR vizsgálatok, ez a molekuláris patológia, amit előbb említettem, ami meghatározza, és most már bizony az első kezelést meghatározza, nem a sokadikat, hogy mit adjunk a betegnek, ahol olyan sebészeti eljárások vannak, hiszen a daganatterápiában nagyon nagy változások lettek a sebészet területén, míg korábban ugye nagy, hát roncsoló műtétek is történtek, amik a betegek élete után a maguk személyiségét és lelkét károsították, most már úgynevezett szervmegtartó műtétek lehetőségei vannak, mert beigazolódtak, hogy egy komplex kezeléssel a betegek túlélése ugyanúgy biztosítható, de ezeknek speciális eljárási lehetőségei és felszereltsége szükséges, ami nem mindenütt adott. Itt természetesen az előbb említett gyógyszeres terápia hozzáférés, és azt kell mondjam, a gyógyszereket nem csak adagolni kell, hanem azt is tudni kell, és nem egy szakácskönyvből veszik elő, hogy milyen protokollt mit adjunk, hanem ahhoz nagyon komplexen fel kell mérni a beteg egyéb státuszát, egyéb gyógyszeres kezelési lehetőséget, hiszen azért a betegek döntő többségénél nem egy betegség van, hanem számos betegség, cukorbetegség, szívbetegség. Azoknál a betegeknél, akik műtét után kezelést kapnak, hosszú távú túlélésnél valóban úgy kell a gyógyszeres terápiát megtervezni, hogy 15-20 év múlva ne a szívbetegség az, ami a nehézséget okozza, hogy nem tudja a napi munkáját ellátni, hanem valóban egy fit időskort tudjon megélni.
Tehát ezekhez mind-mind nagy tapasztalat kell, ahol ennek nagy rutinja és ismerete alakult ki. A sugárterápiáról ugye mindenki tudja, hogy olyan technikai rohanó világban élünk, hogy az eszközös terápiák fejlődése roham léptékű. Ez úgy a diagnosztikára, mint a sugárterápiára egyaránt érvényes. Ezek nagyon nagy értékű gépek, amiknek a kezelése is nagyon nagy felelősséget és tudást igényel. Ezt körülbelül azt tudnám mondani, hogy ha valaki Trabanttal jár, utána egy helikoptert adnak neki, mind a kettő egy közlekedési jármű, de teljesen más képzettséget igényel, és azt gondolom, mindenki, ha már beteg, azt szeretné, hogy neki a legjobb kezelési lehetőség legyen, ahol a sugárterápia esetében nagyon-nagyon fontos, hogy a környező egészséges szervek azok ne károsodjanak, csak az a beteg szerv kapja meg azt a célzott sugárdózist, ami a gyógyulást elősegíti. És ami azt gondolom még egész Magyarországon gyerekcipőben jár, az a rehabilitáció, hiszen erre is gondolnunk kell, hogy aki átesett ezen az egész betegségen, szerencsére gyógyult, ennek azért fizikai és pszichés rehabilitációja is van, aminek szintén speciális szakemberek képzése szükséges, ennek a kialakítása még folyamatban van. Hogy hol is valósul meg az onkológiai ellátás Magyarországon? Hát igyekeztem jelezni, hogy ugye, ahol a három egység, a sugárterápia, onkológiai ellátás, kemoterápiás, tehát gyógyszeres ellátás és a molekuláris patológiai ellátás együtt van, azok gyakorlatilag ugye az egyetemi városok, hát Budapesten ugye több helyen megvalósul ez, és hát ahol kemoterápiás, azaz gyógyszeres terápiás lehetőség van, az pedig majd minden megyei kórházban adott, úgyhogy lehetőség szerint ide kell eljutatni a betegeknek. És hát mi az, amiből a daganatos betegnek legkevesebb van? Úgy gondolom az idő, hiszen onnan, hogy igazolódott a betegsége, elindul egy visszaszámlálás, egy ketyegés, amiben nekünk segítőleg kell részt vennünk a kivizsgálás és a terápia valamennyi részében, és csak együtt tudjuk akkor megnyerni ezt a harcot, de mindennek az elején változaton azt tudom mondani, hogy a szűrés szerepe. Köszönöm a figyelmet!